Még 3 napig jelentkezhetnek a leendő hallgatók a felsőfokú intézmények szeptemberben induló képzéseire, így a Nyíregyházi Egyetemre is. Ácsi Ildikó, az intézmény rektor helyettese kiemelte, nem elég 15-ig leadni a jelentkezést, annak hitelesítésére is szükség van, erre pedig február 20-áig van lehetőség. Az elmúlt évben a Nyíregyházi Egyetem átgondolta azt a szakszerkezetet, amelyet hirdetni kíván. Éppen ezért most igyekeztünk a régió, a megye, de tulajdonképpen a szűkebb város igényeit is figyelembe véve csak azokat a képzéseinket meghirdetni, amelyre valós igény mutatkozik. Ezek főként a műszaki, agrár, gazdasági, informatikai, sport képzési területeket jelentik, illetve a nagy csomagot is, hogy mondjam, a pedagógus képzésnek a palettáját kiteljesítettük, tehát most már az óvodapedagógustól egészen a tanárképzésig, a masterképzésig minden szinten jelen van a Nyíregyházi Egyetem. Az idei évben az érdeklődők új képzésekkel is találkozhatnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felvételi eljárás költségeiben az idei évben nem történt változás, így például 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség díjmentesen. A január 31-i pótkötetben 2 új szakkal találkozhattak a jelentkezők, az érdeklődők. Az egyik a szlavisztika alapszak, ukrán szakiránya. Ez tulajdonképpen a már korábban nálunk jelzett képzésnek egy megújított változatát jelenti. A másik a közgazdásztanárszak, ez egy teljesen új képzés, ezt az idén pénzügy számvitel szakirányjal fogjuk indítani. Akik valamilyen oknál fogva lemaradnak a február 15-i határidőről, még a pótfelvételi eljárás keretein belül jelentkezhetnek, de ott már csak önköltséges képzéseket kínál az egyetem, így akár milliós összegekbe is kerülhet a továbbtanulás.